Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy heti jóslás december 11-éig. Mielőtt rátérnék arra, hogy mit jelentenek a kártyák, hogy mi várható a jövő héten, felhívnám a figyelmeteket arra, hogy nálam havonta megjelenik az ingyenes hírlap, ami e-mailen keresztül megrendelhető. Minden hónapban van egy havi téma. Azon kívül egy asztrológiai előrejelzés, hogy mi várható a következő hónapban. Azon kívül bemutatok egy havi angyalt, és akik megrendelik nálam ezt az ingyenes hírlapot, kapnak egy kedvezményt havonta fele áron. Ez egy jóslás asztrológiával kiegészítve. Minden hónapban egy más téma. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt ezen a képen látható egy levél, és az arra utal, hogy egy hír érkezik hozzád. Ez a levél utalhat dokumentumra is, vagy bizonyos szerződésekre. Ez a kártya azt is jelentheti, hogy valaki gondol rád, írni akar neked, vagy vannak elvárásai, és arra vár, hogy te írj neki. Itt gyorsan mennek előre az események, lesz mozgás, lesznek változások, sőt azt is jelenti, hogy ez a hír, ez a levél útban van hozzád, vagy egy bizonyos szerződés. Amit ez a második kártya még jelenthet, a mozgás. Ez lehet egy sporttevékenység, vagy autó vétele, vagy ennek az eladása, és akkor a levél utalhat ezekre a szerződésekre is. Amit a kártyák még jelenthetnek, az lehet a jogosítvány megszerzése is. Itt a kutya jelenti a barátokat. Lehet, hogy ez a hír ismerősöktől érkezik, vagy lesz egy új barátság. Amit a kutya még jelenthet, hogy kapsz egy hírt, és az nagyon kellemes, hiszen valaki barátilag közeledik hozzád. Amit a kutya még jelenthet, az a hűség, hogy rájössz arra, hogy ő hűséges. Vagy, amit a kutya még jelenthet, kutyát vagy házi állatokat. Itt is lehet mozgás, változások, bizonyos szerződések, vagy egy ajánlat. Ennek a virágnak két jelentése van. Vagy azt jelenti, hogy tisztázódnak a dolgok. Lehet, hogy ez a mozgás, ez az irány, vagy hogy valaki jelentkezik nálad, lesz egy jó hír, lesz újra kapcsolat, és ezáltal tisztázódik valami. Vagy ha bizonyos szerződésekről van szó, vagy egy dokumentumról, akkor átlátod a dolgokat, tisztán látod a dolgokat. A Lenormand kártyánál ez a kép utal szexuális témákra is. Jelentheti azt, hogy ő ugyan barátilag közeledik hozzád, amire a kutya utal, de mégis vannak ilyen gondolatok, hiszen lesz itt egy testi kapcsolat. Ez a hajó a képen jelenti a reményt. Tehát megvan arra a remény, hogy legyen egy jó hír, hogy előre menjenek az események, hogy tisztázódjon valami. Amit a hajó még jelenthet, külföldi kapcsolatokat, barátságokat, külföldi szerződéseket, utazásokat, például egy utazásnak a
tervezését, a levél lehet egy meghívás is. Ez az utazás utal külföldi kapcsolatra, igen, de jelenthet egy belső utat is. Egy spirituális területet, a szerelemben egy lelki kapcsolatot kettőtök között mély érzelmekkel. Itt kisüt a nap, láthatóvá tesz valami, kitisztul valami, átlátsz a dolgokon. A nap az jelentheti a déli irányt. Ha külföldi kapcsolatokról van szó, akkor tekints ebbe az irányba. A nap jelentheti a nyári hónapokat is, például egy utazásnak a tervezését, ami a nyáron valósul majd meg. A nap jelenti a te kisugárzásodat, a sikereket, hiszen mások látnak téged, mások észrevesznek téged. Ami a szerelmi életet illeti, akkor ezzel a napsugárzással megvan a vonzalom kettőtök között, jelenti a bizalmat, ezt a melegséget is. Ez a ház utal az otthonodra, és a levél közeledik hozzád. Persze, ez a levél jelenthet bizonyos szerződéseket is. Például egy adásvételi szerződést. Mivel a külföldi kártya is megjelenik a jóslásnál, ez lehet egy ingatlan bérlete, vagy egy ingatlannak a vásárlása külföldön, vagy külföldi kapcsolatok útján. Ez a ház és a levél jelenthet egy meghívást is, hogy te fogsz utazni, meglátogatsz valakit, vagy valaki szeretne meglátogatni téged. A ház nem csak a te saját otthonodra utal, hanem a szülői házra, a rokonokra, ezekre a kapcsolatokra. Vagy jelentheti a környezetet, mint például a szomszédokat. És itt a környezetedben, vagy a családban tisztázódik valami. Amikor a gólyák megjelennek a kivetésnél, azok mindig változásokra utalnak. Itt a ház mellett lehet ez egy költözködés, vagy valami változik a környezetedben. Amit a gólyák esetleg még jelenthetnek, egy kisbabának a születését. Lehet, hogy nálad lesz így, és lesz egy közös otthon tervezése, vagy valaki kisbabát vár a családban, és pontosan ez a hír közeledik hozzád. A gólyák utaltak a változásokra, és itt a következő kártyánál láthatóak az utak. És ezek az utak jelentik a döntéseket. Mások is fognak döntéseket hozni, de az is fontos, hogy te tekints egy új irányba, hogy nálad is legyenek változások, hogy tisztázódjanak a dolgok, és te is fontos döntéseket fogsz hozni a közeljövőben. Ennél a jóslásnál látható, hogy egy fontos hír útban van hozzád, itt lesznek kapcsolatok, külföldi kapcsolatokra is számíthatsz, tisztázódik valami, kiderül a valóság, átlátsz a dolgokon, lesznek változások, döntések, és a négy levelű lóhere azt jelenti, hogy ez számodra szerencsét hoz, vagy lesz egy jó hír. Sőt, a négy levelű lóhere és a levél lehet egy nyeremény is. Itt a következő kártyán látható egy gyermek,
utalhat természetesen gyermekekre is, de jelent egy új kezdetet. Itt ez a szív jelent szívügyi dolgokat. Ez lehet egy szép kapcsolat a gyermekek és a szülők között, de a szív gyakran a párkapcsolatot, a szerelmet jelenti, ez lehet egy család alapítás, egy kisbabának a születése, vagy a gyermek jelent újdonságokat, egy új kezdetet, vagy egy új kapcsolatot. A madarak jelentik a könnyűséget, a lelkesedést, a vidámságot, de szimbolizálják a kommunikációt is. Ez lehet egy jó hír, szép beszélgetések családon belül, vagy gyermekekről. Azon kívül megjelenik itt a jóslásnál a szív, és az jelenti a szerelmi ügyeket, és a gyermek az újdonságokat, hogy most megvan a lehetőség arra, hogy beszéljetek érzelmekről, beszéljetek erről a párkapcsolatról. A gyűrű itt ezen a képen jelenthet eljegyzést, vagy házasságot. Ez lehet egy esküvő és egy meghívás. A gyűrű jelent bizonyos szerződéseket is, ugyanerre utal a levél, egy írásbeli dokumentum, egy fontos szerződés, amit a gyűrű még jelenthet, hogy valami vagy valaki visszatér hozzád. Itt a park jelenti a nyilvánosságot. Te fellépsz a nyilvánosságon, mások észrevesznek téged, megkapod az elismerést. Azt is jelentheti, hogy lesznek bizonyos kapcsolatok, beszélgetések a nyilvánosságon. Nem csak a park jelenti most az elismeréseket, hanem ez a kulcs is, hiszen utal arra, hogy megvan nálad most ez a magabiztos fellépés, mások észrevesznek téged, itt kinyílik egy új ajtó számodra, és ezek lesznek most a lehetőségek, vagy lesz egy jó ajánlat. A horgony jelenti a biztonság érzetét, eléred a céljaidat, ahol úgy érzed, igen, itt le tudok horgonyozni. A horgony jelenti a munkát és a hivatást is. Amennyiben egy hölgy vagy, akkor ez a kép rád utal. A férfiaknál ez a hölgy jelenti a társnőt. Előtted ott van a horgony. Az jelenti azt, hogy mennyire fontos számodra a biztonság érzete. Minden élet területen, ahol úgy érzed, itt le tudsz horgonyozni. A horgony jelenti a munkát és a hivatást is. A horgony felett megjelenik a gyermek, ez utalhat munkára a gyermekekkel, vagy jelent egy új kezdetet. A horgony mellett ott van a kulcs is, és az jelenti azt, hogy itt kinyílik számodra egy ajtó, egy lehetőség, változtathatsz valamit a munkahelyet, a hivatást illetően. És ez volt a heti előrejelzés. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!